Szatmári táncokat mutattak be a Nyírség tánc együttes táncosai a Kossuth téren. Ilyen táncokat a 9. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál záró napján, augusztus 20-án láthatnak a nyíregyháziak a Kossuth téren. Addig viszont augusztus 15-től 11 helyszínen 26 program várja az érdeklődőket, több mint 10 fellépő művészeti csoport 300 táncosával és zenészével. A rendezvény célja, hogy a városlakók is lássák azokat az együtteseket, akiket a Nyírség tánc együttes jól ismer a külföldi turnékról. Szeretnénk, hogyha mindig sikerülne olyan egzotikus és távoli országokból érkező együtteseket meghívni, akik aztán olyan élményekben részesítik a nyíregyházi közönséget, amire sokáig emlékeznek, amely sokáig emlékezetes marad számukra. Most 3 földrésztről sikerült hívnunk együtteseket. Afrika az idén kimarad, de ígérjük, hogy 2 év múlva afrikaiakat is fogunk hívni a fesztiválunkra. Emellett a 4 nagy nyíregyházi néptáncos műhely számára is biztosítanak lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek a táncegyüttesekkel, és saját kapcsolatokat alakítsanak ki velük. Ugyanis a Nyíregyházára érkezőknek a saját országukban is van hasonló fesztiváljuk, a szervezőknek pedig nem titkolt reménye, hogy ilyenkor viszonozzák a meghívást. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál egyre nagyobb jelentőséggel bír a város turisztikai vonzerejét illetően is. 2 évvel ezelőtt is nagyon sikeres, népszerű programsorozatot kaptunk. Én azt várom, hogy most is így lesz. A közönség nagyon jól szórakozik, és persze ez a turisztikában azt is jelenti, hogy Nyíregyházát is megjegyzik azok, akik ide érkeznek, mert ez egy tényleg egy nagyon színvonalas nemzetközi fesztivál lesz, ahol nagyon érdekes kultúrák találkoznak majd együtt. Az első külföldi csoportok már csütörtökön megérkeznek Nyíregyházára. A programsorozat hivatalos megnyitóját augusztus 16-án pénteken este 7 órától láthatja a közönség a Kossuth téren.